Ma holnap már a testemet sem érzem. Annyit rúgták, motozták, fogdosták. Annyira nem enyém a bőröm. Tán észre se venném, ha lenyúznám. Trénárd Ödön Striptease című versével vette kezdetét a kommunizmus áldozataira való megemlékezés Bonyhádon. Az igazság mindig utat tör magának. Az eseményen ezzel a gondolattal indította beszédét Tóth Bence, történelem tanár. De mi is az igazság? Tehetjük fel a kérdést. A magyar nyelvértelmező kéziszótára szerint a helyesen felismert valóság az, ami a valóságnak megfelel. A valóságot letagadni pedig nem lehet. Meg lehet próbálni, de milyen botor embert kell ahhoz, hogy ezt megtegye? Önkéntelenül is eszébe jut az embernek George Orwell leghíresebb regénye, az 1984. Tökéletes leképezése minden diktatórikus rendszernek, melyekben az embereket el akarják szakítani a valóságtól, mégpedig úgy, hogy megmásítják a valóságot. Erről szólt a kommunizmus. Cenzúra, kolhozosítás, padlássöprés, koncepciós perek, csengőfrász, lefüggönyözött fekete autó, kitelepítés, internálás, gulág. Pedig milyen sokan vannak továbbra is, akik tagadják a valóságot. Nem csak azt a valóságot, ami van, hanem azt a valóságot is, ami volt. Persze ez is a kommunista eszme része. A múltat végképp eltörölni. De legalábbis megmásítani. Ők azok, akik továbbra is a kommunizmusban és annak testvéreszméiben hisznek. És nem csak föld alatti mozgalomként, mint tették a 100 évvel ezelőtt, hanem nyíltan a hatalom közelében, vagy akár hatalmon lévőként is. És nem kell elmenni Kínáig, Észak-Koreáig. Elég körülnézni Európában, az Európai Unióban. Ott a nagy nyugaton soha nem tapasztalták meg ezt a pusztítást, nép, test és lélekírtást, mint mi, Moszkva és pribékjeinek igája alatt. Ők azt látták és látják benne, amit Marx, Engels és a többiek hangoztattak. Hogy a kommunizmus nem más, mint a kizsákmányolástól mentes társadalom kialakítása, ahol megszűnik a magántulajdon, az emberek képességeik szerint vesznek részt a termelő munkában, és csak valós szükségleteik szerint akarnak részesedni a munka gyümölcséből. A megemlékezőknek Pál Zsolt írásának egy részlete szolgált magyarázatul arra, milyen emberek is voltak képesek ilyen kegyetlen tettekre, amik sokak életét követelték. Nem emberek tették mindezt, mert a kommunista nem ember, ahogy a kommunizmusnak sincs köze az emberiséghez. A magyarság megtanulta, hogy a humanizmus ellentetje a kommunizmus, a sátán metaforája a bolsevik, a népbíró, a munkásőr és a párttitkár. És ma a liberális és a szocialista. Mindenhol nemzetidegen, mindenhol jelen van. Egyszer internacionalista, máskor kozmopolita, attitűdje farizeusi, mozdulata morális kútmérgezés. Egyik részük a szabadkőműves páholyokból jő, másikuk a külvárosi proli negyedeiből. Egyik kufárgőggel gyárt ideológiát, másikuk hóhérperverzióval öl. Tudálékos, alattomos, látszólag megalkuvó, valójában szellemének egyetlen iránya van, uralkodni. Kánonja a pribék morál. Felismerszik, mikor a szentséget és a szépséget lekacagja, az erkölcsöt mérgezi, az istenit gúnyolja, az emberit megveti. Az Isten viperák fajzatának nevezte. Ember még nem tudott nevet találni neki. Mindenhol ott van, ahol ölni és rabolni lehet. Orrából vérszak fújtat, szemét az irigység hunyorítja. Ott van, ahol bitó és giotin és vérpad magasodik, ő a nyomorúság vámszedője. Mindent anyagban mér, a lelket nem ismeri. Szaporaságát csak kaméleon szelleme múlja fölül. Bárhova megy, mindenhol idegenül áll. Otthontalan, az emberiség élősködője. Mindig mások ellenségeként határozza meg önmagát. A városi megemlékezés keretében a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére koszorúkat, mécseseket helyeztek el a város elöljárói mellett az oktatási intézmények képviselői, civil szervezetek vezetői.